reggelt kívánok mindenkinek! Lerakodás megvan, kezdődik a német-spanyol fuvar, ha jól emlékszem, második felvonás. Csak itt most valahol le kéne parkolnom. Na, próbáljuk meg először. Menjen-e mondjuk jobbra? Megnézem én azt a parkolót, amit idefelé jövet láttam. Hát már délután tele volt, úgyhogy esély az nagyon kicsi. Itt a te lelki ismereted. Balra kell menni, élesen. Jó, oké, Laci, most jobbra fogok menni. Tökéletesen balra. Nem tökéletesen. Most itt jobbra megyek, Laci, kamerod hátul van egy parkoló, amit szeretnék megnézni. Hát, ha véletlenül mázlin van, és van egy hely, aminek elég kicsi az esélye, de hát megpróbálom. Próba cseresznye alapon, hát, ha véletlenül sikerül. Ha meg nem, akkor ott valahol az iparterületen. Ödös egy ember vagy, újra tervezek. Lehetne egy kicsit finomabban vezetni? Na, no, hányos vagyok. Ha nem, akkor valahol ott az iparterületen félreállok. Hát itt voltam bent jobbra rakodni. Hát én valamikor régen dolgoztam nálunk italnagykereskedésbe, ahol mindenféle italokat árultak kereskedőknek. De hát ez, ami itt van, ez valami eszméletlen. Hogy valami irgalmatlan mennyiségű ásványvíz, meg nem tudom még mi minden. De hát, na hát ami nálunk volt, az kismiska ehhez képest, pedig az ország egyik legnagyobb ital nagy kereskedése volt akkor. Jó, hát a sörgyárakat leszámítva. De hát ez is itt, ami van, hát ez rettenet. Írdatlan mennyiségű áru. Na, várjunk csak, hol is lesz ez a parkoló? Jobbra.
jobbra lent. Hát én itt nem látok semmiféle helyet. Jaj, hoppá. Ó, basszus. Kocsika. Elfuseráltam a dolgot. Én voltam a balfék, bocsánat. Újra tervezés. Menjünk el balra. Későn vettem tudomásul, hogy a kollega, aki balról jött, ő neki van elsőbsége. El fog ez itt menni, úristen. Ez a személyautó, ez eléggé rossz helyre parkolt ide. Hogy a hátfal nehogy meghúzza az oldalát. Vagy még homlokfal. A pótkocsi. Nem tudom, milyen ez az autó komolyan. Csak azt észlelem, mert ugye GPS vagyok, hogy marha lassan megyünk. Nem, én nem mondom azt, hogy gyorsabban megyünk, mint ahogy lehet, de azért ez totyogás. Hát nagyon, nagyon épp, hogy, nagyon-nagyon éppen, hogy. Na most itt vajon. Itt azt mondja, hogy megállási tilalom van. Hogy beálljak ide mögéjük? Hát még az egy lehetőség, igen, hogy... Itt tolott a kollega. Ez van, hogy ide mögéjük beállok. Jobb híján. Mondjuk ez a fehér itt jobbra tőlem, az mehetett volna kicsit előrébb, és akkor ott mögötte még egy autó elfért volna. Megjöttünk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Mivel ma olyan nagyon kapkodni nem kell, mert 13:45-ös vagy valahogy így írja a felrakási időpontot. Most 10 óra 6 perc van, úgyhogy most indulunk el. Hát ha megrakják korábban az autót. Hát tegnap este úgy lett, ahogy mondtam, megálltam itt a sor mögött, és itt volt a parkolás az éjszaka. Na most új helyre raktam a kamerát, mert többen mondták, vagyis többen írták, hogy a felső ágyra kéne valahogy tenni. Hát most egy kicsit magasabbra tettem, fel a felső ágyra, egy ilyen flexibilis rögzítő kézikészülékkel, amit még... Jól van, újra tervezek, még egyszer utoljára. Amit még karácsonyra kaptam. Remélem nem fog nagyon berezonálni. És írták többen a
az angol-német videóhoz, hogy ilyen kotyogó hangot lehet hallani. Hát sajnos az attól van, hogy a kamera ugye benne van egy tokba. Na most a tok egy... Neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Oké. A tok egy icipicit nagyobb, mint maga a kamera, és ezért a kamera tudott benne mocorogni, lötyögni. Sajnos ettől volt ez a zavaró hang, de ezt mostanra már kiküszöböltem. Még sajnos egy-két videóban hallható lesz, a továbbiakban még van, vagy 3-4 videó, amiben nem sikerült, vagyis hát föl se tűnt nekem, mert én nem szoktam végignézni mindegyiket. Úgyhogy nem vettem észre ezt a kotyogást, de most megoldottam, kitámasztottam rendesen a kamerát. Na gyerekek, gyertek már, a jó Isten áldjon meg benneteket, hát jök kettővel ballagnak, én meg arra várok, hogy majd ők jönnek, és akkor ki tudok itt fordulni. Egyenesen le arra. Így a hátulja is jöjjön be annyira, hogy elférjenek. Na szóval remélem nem nagyon fog mocorogni a kamera. Úgyhogy megyek rakodni. Hát jó lenne, hogyha ma időben megraknák, és akkor egy pár száz kilométert tudnék menni, és aztán holnap lejutnék Figueresbe, Padrózáig, mert Balogh Zoli barátom most küldött egy SMS-t, hogy ő ott lesz hétvégén, úgyhogy jó lenne vele találkozni, meg ott van normális internet, úgyhogy a következő két videót talán föl tudnám tölteni a hétvégén, és akkor már erről is le van a gond. Hát reméljük a legjobbakat. Nem tudom, hogy most ebből a kameraállásból mi lesz, majd meglátjuk, ha visszanézem. Remélem, hogy nem fog nagyon bemozogni a kamera. Mert ugye ez a flexi rögzítő, ez nem annyira merev. Mi köze van a Mikulásnak piroskához? Vagy a Mikulás piros kabátja? Megírták többen, hogy a hangja egy kicsit gyenge. Hát igen, ebbe a tokba, azt hiszem mondtam már korábban is, hogy ebbe el van takarva a mikrofon valamilyen szinten. Úgyhogy sajnos ettől van, hogy a hang az gyengébb, mint a régi kamerával. Hát hangerőn kell egyet tekerni, és akkor talán jól hallható lesz. Minden esetre én megpróbálok kellőképpen hangosan beszélni, hát aztán, hogy Lacit mennyire lehet hallani, az meg sajnos az ő hangerején már nem tudok változtatni, ez a maximum, amire képes. Kissé esősre fordult az idő. Hát remélem, hogy nem lesz nagyon rossz az időjárás. Mondjuk még február vége felé járunk csak. De előző két videóban már mondtam, de most is elmondom. Mert ugye gondolom a videók elejét azért többnyire meg szokták nézni a kedves nézők. És aztán utána jön az, hogy beletekernek, vagy nem tudom, mert sok-sok olyan kérdés érkezik, amiről már korábbi videókban beszéltem, és újra és újra és újra megkérdezik üzenetbe, hogy na, például... Jó erőre érdemes szólni, és itt van is funkciója, hogy mondjuk arra kell tartani. Ez azért is fontos, mert hogy utána aztán lesznek gyülekedés, ahogy mellettük az ifának, de mindegy, mert ha az egészet rommá tetszik, nem is 10 000 forint olyan költség. Önnek meg ugye hát nem, bár ahogy elnézem ezt az autót, ez max 15, de akkor is megéri egy kicsit most arra tartani, és utána nincs anyázás. Hogy
felvételi a Waberersnél, meg szerintem melyik a legjobb kamion, meg mit tudom én, ilyen és hasonló kérdések, hol vagyok fuvarba éppen. Hát gyerekek, majd kiderül, hogy hol vagyok fuvarba. Nem tudom, hogy ennek mi a jelentősége. Fuvarba vagyok általában mindig. Hát aztán majd a kés... Érdemes balra tartani, de ha rátetszik rántani a kormányt az ifára, akkor nem én voltam. Későbbi videókból kiderül. Ja, még nem mondtam, február 21-e van ma. Ugye ezt is mondtam már, hogy sajnos a kamera az hiába akármilyen profi, be lehet rajta állítani időt, dátumot, mindent, de ezt ő nem írja ki. Olyan beállítás nincs, hogy kitegye a videóba, valamelyik sarokba, vagy nem tudom miért, hogy ezt miért így csinálták meg, sajnos ez van. Kérdeztem Hornyák Csabit is, hogy most én vagyok csak ilyen béna, hogy nem találom a kezelési utasításba. De hát, szóval, arra tartom. Ő is megerősítette, hogy nincs ilyen lehetőség. Nem tudom miért, nincs. Mindegy. Hát Worms városába vagyunk. És Bürstadtba tartunk. Na, igen, bocsika, itt 50-nel lehet menni, bocsánat. Picit, mert utána csak cikk van. Bocsánat, lassítok. Igazad van, László. Nagyon csinos a környék, szép, rendezett, nagyon klassz. Aha, a múltkor itt ezen a hídon már mentem át. A német-lengyel című videó. Jobbra kellene egy kicsit csalni. Akkor itt jöttem. Hát nem tudom, most mennyi fog látszani belőle. Nem tudom, hozzak valami kaját. Jó lenne, éhes vagyok. Szórakoztassalak, vagy tudok verseket. Jó, tudom, nem mondjak verseket. Csak én még azért gondoltam, beszélek egy picit. Vagy mondja. Az vagy neki. A testnek a kegyén. És tavasz hiszem, hogy fűszere a föld. Lelkem miatt ad örök harcban ég, mint a fösvény. Kit pénzek úgy gyűlöl meg. Csak a fény és boldogság büszke elmém. Majd fél az idő eltemet. Csak az enyém lény. Néha azt szeretném, majd hogy a világ lássa kincsen. Kérem, haladunk, megyünk felrakodni. Közeledünk a felrakóhoz. Na még annyit szeretnék, korábbi videókban is mondtam, hogy én nem állítom azt, hogy itt ez a legjobb munkahely, ahol dolgozom, de viszont, hogyha valaki mégis a videók alapján azt mondja, hogy ő itt akarja kezdeni a pályafutását, vagy itt akarja folytatni, vagy stb. És úgy gondolja, hogy megérdemlek a cég részéről némi anyagi támogatást, akkor jelezze azt, hogy ő az én ajánlásommal, az én videóim miatt jött a céghez. Érdemes jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelöktösni a biciklistákat. És így ezáltal a cég... Lassan húzódj, jobbra! Hálából egy kis pénzzel megtámogat engem, ami szerintem talált pénz, és mindenkinek jól esik, és az illető, aki jön, annak meg tulajdonképpen szinte semmibe nem kerül. Ettől neki nem lesz se jobb, se rosszabb. Majd menjél balra, nem most, nem most. Hát ha meg véletlenül menet közben kiderül, hogy mégse ez volt szíve vágya, hát végtelenül sajnálom, én nem tehetek róla, továbbiakra sincs semmilyen ráhatásom. Úgyhogy
igen, Laci, itt másfelé nem is lehet menni, nem jön senki. Úgyhogy itt megyünk egyet balra. Ami az utóbbi videók elején látható... Én azt gondolom, hogy ezt a főutat, ami vagyunk, ha már rájöttünk, akkor kövessük. De ha megtörik, vagy esetleg Y alakban elágazik, akkor jobbos, jobbos. És te úgy döntünk, jó? Tehát kövessd a főutat, jobbra. Ja. Szóval a videók elején látható intrót, azt én szabtam össze. A zenének a címét nem tudom, fogalmam nincs a YouTube-ról. Az ilyen szabadon felhasználható zenék közül választottam ki. Hát nem tudom, kinek hogy tetszik, hogy nem tetszik. Sajnos én ilyen feliratot nem tudtam beleszerkeszteni, mint amit a Csabi csinált az előző intróba. Majd megkérem őt újra, hogy ha lesz egy kis ideje, akkor dobjon össze valami ennél jobbat. Hát remélem, hogy tetszeni fog ez is. Kövesd a főutat jobbra, arra lehet nézni, de ritkán. Majd kövesd a főutat, de nem ám akárhogy, balra. Aha, majd most már közel járunk az igazsághoz. Hogy itt majd el kell menni jobbra, át a vasúton. Industrie. Igen, és ott szemből már is van egy teherautóval behajtani tilos tábla. Majd követik én azt a főutat. Anlieger Frey? Nem. De. Kövesd főutat balra. Mint kiderült, többek segítségével, ez annyit jelent, hogy aki ott lakik, vagy oda van papírja, ott van dolga, ő neki szabad bemenni, egyébként átmenő forgalom, meg ilyesmi, az tilos. Na néztem én tegnap a műholdképet. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra megyünk. És ennek a cégnek itt jobbra láttam én egy parkolóját. Ha ez volt az, hát majd mindjárt megnézem. Most! Jobbra! Aha, hát ott bent parkolnak kamionok. Á, nem, ez a Fige. Ez a Fige nevű cég, akkor ez... Ez mégse az. És itt a táblán nem is látom, hogy lenne kiírva olyan, amit én keresek. Na mindegy, akkor megyek tovább. Mert én Mafla a műholdképpen csak azt néztem meg, hogy valami bazi nagy cég van itt. Egész jó időt futottunk. Itt nézegettem az órát, hogy mennyire alatt csináltuk meg ezt az egész várost. Egész jó. És hát ez a cég nem az a cég, amelyiket én kerestem, viszont talán majd itt, mert a cím az viszont itt hozza, az utca házszám. Minden esetre én itt lelassítok ezt a táblát, megpróbálom kiértékelni. De hát itt sem látom azt a nevet, ami nekem kéne. Jó, személyautósok elmennek. Akkor megyek tovább. Mert nekem egy ilyen kell, hogy Furniture. Az a cég. Na, itt van mi. Furniture. Bürstadt. Csak hol van ennek a teherbejárója? Verszán. Ez lesz az. Jó, hát itt picit hátrébb gurulok, aztán bemegyek a portára. Egy pár percig csak nem lesz itt útba az autó. És rávezetni az embert, és az aztán boldog attól, hogy ott van. Mert boldog vagy, ha nem. Ha de, itt vagyunk, Laci, köszönöm szépen. Ügyes vagy. Köszike. Igen, megjöttünk. Na kérem, itt a hölgytől kaptam egy
ilyen térképet, hogy hol vagyunk, és merre kell menni. Azt mondja, hogy itt vagyunk most, és még a vasút előtt el kell menni jobbra, aztán lesz valami nagy csarnok, ott megint jobbra, hogy akkor ezek szerint nem ennél a kapunál kell bemenni, hanem meg kell kerülni ezt az egészet, igen, és amonnan kell bemenni. Gyere! Igen, a térkép alapján itt kell elmenni jobbra. Az autók szépen sorba. Jó, na hát vagyunk itt egy páran. Itt egy Gartneres kollega is, majd megkérdezem tőle, hogy pontosan hogy is mennek itt a dolgok. De lényeg az, hogy itt kell valahol megfordulni, és beállni ide a sorba. Vagyis hát ide félre parkolok én, e mögé, a jó ember mögé. Aztán bemegyek az irodába, bejelentkezek, hogy itt vagyok, és aztán majd kiderül, hogy mi lesz, hogy lesz. Na megadom ennek a kütyűnek, hogy felrakodásra várakozunk, mert különben jajgat itt nekem, hogy mi a tevékenység, és azt is elküldöm, hogy jelentkezek rakodásra. Ezt mondja, lerakás, ez tegnap már megvolt. Így nézd, töröljük, és akkor itt van egy olyan, hogy rakodás. Bent voltam, és a fickó tényleg azt mondja, hogy 13.45 van neki is beírva, de azt mondta, hogy nyugalom, majd már ki is nyomtatta a papírt, és hogy majd valamelyik rampán fogok várakozni. Lehet, hogy korábban megrakják az autót. De viszont 19 darab spaniferre van szükség, nekem meg csak 16 darab van belőle, úgyhogy azt adta ezt a cégnevet, címet, itt van az utca elején, a túloldalon, a bolt, ahol tudok venni még 3 darab spanifert, hát remélem, hogy kártyával tudok fizetni, mert ha nem, akkor viszont még valószínűleg mehetek még pénzt kivenni, mert összvisz van vagy 30 euróm, és nem tudom, hogy az elég lesz-e a spaniferek megvásárlására. Fogalmam nincs, hogy mennyibe kerül egy spanifer. Úgyhogy most elsődleges feladat, hogy spanifert kell vásárolnom 3 darabot, és aztán majd utána menjek vissza, amikor minden megvan kompletten, és akkor majd elmondja, hogy mik a további teendők. Egyelőre ennyi, úgyhogy megyek intézkedni. Rakodásnak vége. Megérkeztem én ide a kapuhoz. És a csoda tudja, hogy hogy lehet itt kijutni. Hát nem tudom. Ennek automatikusan kéne szerintem nyílnia. Valaki kéne, hogy nyissa. Vagy pedig itt be kéne szólni valahova.
De hát nem látok én itt semmit. Hát itt nincs semmi. Meg itt most vajon merre felé kell majd menni? Egyenesen? Vagy balra? Na mindjárt ránézek Lacira, hogy ő mit mutat. Na, most nyílik a kapu. Észrevették, hogy itt vagyok. Jó. Hát most nem tudom, érzésem szerint ki kéne menni arra egyenesen, aztán jobbra. De majd mindjárt meglátjuk. Hát elmegyek én arra egyenesen. Lesz, ami lesz. Habár itt a nyomokon ítélve, itt balra is szoktak menni nagy autók, akkor elmegyek én balra. Jó. Kimegyek én itt balra, aztán addigra Laci majd észhez tér. Rájön, hogy hol is vagyunk tulajdonképpen. Ja, még nem kell felső sort kapcsolni. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. És itt egyszer balra, igen. Egyszerűen nincs ötletem, komolyan. Finom sincs. Menjünk mondjuk balra. Most már oké. Itt bal, és akkor majd ott megint bal. Jó, azt mondja, hogy itt olyan helyen járok, ahol tilos behajtani. Tilosság szerint vannak unalmas dolgok a navigációban. Komolyan, például amikor az ember azt mondja, hogy mindjárt jobbra megyünk, tarts ki, vigyázz, meg ilyenek. Aha. Jó, van biztos igazad van, Laci. Akkor megyek, amerre te mondod. De ott viszont van egy behajtási tilalom. Úgyhogy arra felé nem megyünk. Hanem akkor itt megyünk balra. Erre gondoltam én, hogy itt megyünk ki, mert ezen az utcán jöttem be. Ja. Igen, és na, most... Tudni kell, hogy a bácsi ide süt. Szépen fényesed, szélesed, jó, hogy rajta tud maradni, de aztán nem elszúrni el. Jó, Laci szerint... Vagy itt születtem, vagy ide jártam. Laci pont nem tudja, hogy merre nem lehet menni, mert itt lehet teherautóval közlekedni, ő meg azt úgy tudja, hogy itt nem. Viszont amerre vinni akar most itt jobbra, arra viszont nem lehet menni, ott majd a következő saroknál. Mert ott egy jóképű teherautóval behajtani tilos tábla van, kivéve, nem tudom én, célforgalom, vagy akinek ott dolga van, mert az az út, az bevisz a városba. Arra mentem gyalog, mert ugye kellett venni 3 darab spanifert, mert ugye összesen 19 darab spanifer kellett a rakodáshoz. És szívesen. És ugye bár mi az autóhoz 16 darabot veszünk föl bent a cégnél, úgyhogy így 3 darabot még vennem kellett hozzá. Laci, nem jobbra megyünk, ott van a teherautóval behajtani tilos tábla. Nem tudod. Nem tudod, hogy merre megyünk. Merre kell menni. Nem jobbra, itt balra. Igen, és szerinted itt most nem jó helyen vagyunk. Nem jól tudod, Laci. Na mindegy, és lényeg az, hogy itt az utcában van egy bolt, ahol lehet kapni ilyen rakományrögzítő, meg egyéb felszereléseket. De se gyember vagy, újra tervezek. Azt jól teszed, látod. Kövesd a főutat, hát jobbra. Én szerintem ez mindenképpen jó lesz, mert a térképen valahogy úgy mutatja, csak nem tudom ezt elmagyarázni. Nagyon nehéz egy térképet elmondani élő szóban. Tehát kövesd a főutat jobbra, ami azt jelenti, hogy hát hogyha a különböző utcákban gondolkodsz, akkor mindig azt keresd, ami jobbra van.
hirtelen, csak 25 eurón volt, viszont a három darab spaniferért volt bátorságuk elkérni 75 eurót. Úgyhogy megkérdeztem a hölgyet, hogy hol van bankautomata, ő elmondta, hogy merre kell menni, sőt adott hozzá egy kis térképet is. Úgyhogy elmentem szépen, vettem ki pénzt, és így sikerült vásárolnom három darab spanifer. Amiről kaptam én egy bizonylatot, itt van, ezt majd csatolom a járatelszámoláshoz, és ezt a cég nekem jóvá fogja írni. Mivel, hogy ezt a saját pénzemből vásároltam. Úgyhogy a következő fizetésnél ennyivel több pénzt kapok. Kövesd a főutat, és akkor főleg jobbra. És valószínűleg a raktárba, a raktár készletnél pedig a nevemre írják ezt a három darab spanifert. Úgyhogy nekem ezzel majd el kell számolnom, ha leadom a motyóimat. Rengeteg közlekedési baleset történik, abból kifolyólag, hogy az emberek pánikban az utolsó pillanatban mindig rángatva a kormányt váltanak a sávban. Csak azért, mert nem tartottak jobbra, amikor pedig a GPS mondta nekik, hogy tarts jobbra. És ez a pillanat most van, tarts jobbra. Oké. Na visszanéztem a felvételeket, és szerintem ez a kamera ott fönt, ahol volt, ott nagyon magasan volt. Nagyon magasan volt, egyszer már próbáltam a régi kamerát oda fölrakni a felső ágyra, de ugye látható volt, hogy itt a műszerfalat lehet látni, a két tükröt lehet látni, az én nagy fejemet lehet látni, viszont kifelé szinte, hát nem azt mondom, hogy semmit, de csak így a közvetlen az autó előtti, mit tudom én, 15-20 métert lehetett látni, úgyhogy az úgy nem jó. Úgyhogy most próbálgattam itt össze-vissza, hogy beraktam ide a fejem fölé, az megint csak nem volt jó, mert belelógott nagyon a fejem, pont kitakart mindent, akkor próbálgattam egy kicsit jobbra, kicsit balra, lejjebb, úgyhogy most végül is ezt a helyet találtam, ami szerintem így most jó. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána ha meg nem fulladok közbe. Bocsánat, egy ilyen cukorkát belökök a számba, mert ez úgy enyhíti a fuldoklásomat. Na, itt elmegyünk jobbra. Na, Laci azt mondta. Most ide tettem, ahol van, hát remélem nem fog nagyon ugrabugrálni. Mert amit mondtam, ez a flexi dolog, ez eléggé rugalmas, és sajnos, ha kicsit hepehupásabb az út, akkor lehet, hogy ugrálni fog. De remélem nem nagyon. És így talán jól látható lesz minden, a tükrök, a műszerfal, az út. Jól mondjuk, most lehúztam a napellenzőt, mert szemembe süt a nap, így már nem fog annyira jól látszani. De majd, ha nem szemből süt a nap, akkor biztos jó lesz. Fölraktak 24,3 tonnányi bútorlapot, vagy mi ez, nem tudom, be van csomagolva a naplapon. Szépen le kellett kötni, élvédővel, spaniferrel, de hát ugyebár itt sem lehet fényképezni, videózni, stb.
jelenti, hogy erről a rakodástól nem készült felvétel. Majd az utazásról próbálok minél többet készíteni. Este 8-tól reggel 6-ig nem lehet menni, de most van délután 4 óra. Később fordulok mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi. Jobbra kellene tartani egy picit. Úgyhogy most mehetünk. Lassan húzódj, jobbra. Most még lehet. Útvonal az tulajdonképpen ugyanaz lesz. Kicsit unatkozom. Ugyanaz lesz egészen Lyonig, mint amelyiken jöttünk idefelé. Ja nem. Nem. Nem, mert most nem Clermont-Ferrandnak megyünk, hanem Lyonnak megyünk majd a 39-es autópályánál. Lényeg az, hogy lemegyünk a francia oldalon Mühlhausig, a 35-ösön, ott rátérünk a 36-osra, és ott megyünk végig egészen a 39-esig, a 39-esnél elfordulunk Lyon felé, és onnan áttérünk a, meg nem mondom, Hanyasra. Hú, várja, ez autóút volt ez, vagy mi ez? Nem is néztem a táblát. Mert elvileg sima országúton 60-nal lehet menni, autóúton mehetünk 80-nal. Hát úgy látom, az a másik fickó is ereszti rendesen, úgyhogy megyek én is utána. Na és aztán Lyontól pedig megyünk le a, hát talán 7-es számú autópálya. Most nem mernék rá mérget venni, de ha jól tudom, a 7-es számú autópályán nagyobb város az Montpellier, és utána La Jonquera, Barcelona, és úgy onnan megyünk Zaragoza felé, Valls nevű városig. Úgyhogy nagyjából ez lesz az útvonal. Jó lenne holnap eljutni Jonqueráig. Hát elméletileg van rá esély, mert most van délután 4 óra. Most megyek egyet este 8-ig, az durván egy 300 km lesz, és akkor megyek még este 8-tól 10-ig, ja nem, hát 8-tól tartok egy pihenőt. Jó, szerencsére itt volt egy negyed órás pihenőm, úgyhogy csak fél órát kell megállni, úgyhogy 8:30-tól megyek mondjuk este 11-ig, vagy addig, amíg nem találok parkolóhelyet, hát nem tudom, majd meglátjuk. És aztán kiveszek 9 órányi pihenőt, és akkor holnap oda csapunk a lovak közé, és elméletileg holnap este le kell, hogy érjek. Le kell, hogy érjek Jonquerába, és onnan pedig Figueresbe. Na hát itt, ahogy nézem, ez az út, ez bemegy elég jól a városba. De ott van egy teherautós sárga tábla, hogy teherautóval egyenesen. Jó, akkor remélhetőleg erről a főútról nem vagyok kitiltva.
ott van ez a sárga tábla, hogy teherautóval egyenesen. Na, még itt a rakodásra várakoztam, közben felnéztem a Facebookra, és fölírtam én ide a illető nevét. Úgy hívják, hogy Dénes Artúr volt olyan kedves, és már korábban a Demo című videóhoz csinált egy angol nyelvű feliratot, amit én oda is tettem mellé, és most volt olyan nagyon rendes és kedves, és a sebességváltós videóhoz is csinált egy angol feliratot, úgyhogy azt is mellékeltem a videóhoz, úgyhogy most már ez a kettő videó angol feliratozással van ellátva, köszönhetően Artúrnak. És a sebességváltós videó mellett meg találtam egy olyan szöveggel, hogy automatikus feliratozás, vagy valami ilyesmi, egy orosz nyelvű valamit. Aztán ezt Artúr megnézte, mondjuk azt mondta, hogy ő nem tud oroszul, de úgy különböző számok meg egyebek voltak ott felírva, aminek köze nincs a videóhoz. Úgyhogy majd most a Facebookon megkérem, hogy hát ha van valaki, aki nézi a Kamionos Videók című oldalt, és esetleg tud oroszul, hogy nézzen rá, hogy ez most ez így kapcsolódik a videóhoz, vagy csak tök véletlenül került oda valami, hát nem tudom. Majd megnézzük. De mire ez a videó adásba kerül, addigra már szerintem ez meg lesz oldva. Érdekes, hogy így átviszik a főutat a városon, hogy még nincs elkerülő. Hát ezek szerint ilyen is van. De pár kilométer is kint leszünk az autópályán. Csak itt egy hangyányit beljebb kell húzódnom, hogy itt elmenjünk a parkoló személyautók mellett. Nem tudom a tükörből mennyire látszik. Jöttünk a 44-es számú főúton, most pedig rátérünk a 6-os autópályára. Ha jól látom, Ludwigshafen és Saarbrücken irányába. Számú főút, de hát van nekem egy olyan érzésem, hogy onnan
ki vagyok én tiltva. De majd meglátjuk. Teligázzal kell gyorsítani. Remélem, hogy ez a szürke is itt mellettem. Nem. Nem gyorsít, hanem beenged. Tessék. Milyen rendes. Köszönjük szépen. Nagyon aranyos voltál. Beengedett. Sebességváltóra visszatérve most valaki mondhatná, mondhatja, lehet, hogy fogja is mondani, hogy hát a sebességváltós videóba ott 1:30-ből indultam, és utána tettem föl harmadikba, és úgy a negyedik. Hát az a helyzet, hogy akkor eléggé friss volt az autó. Na mi ez itt, rendőr? Sebességet mér, vagy mi? Nem, bicikli út van az autópálya. Az igen, két pályatest között, ott a bicikli út. A folyó fölött. Na szóval akkor még nagyon új volt az autó, meg friss volt az autó, akkor érzésem szerint így volt jó a sebességfokozatoknak a váltogatása. Aha, ott van mi a tábla. Ugye 9-esen, de itt is csak este 10-től reggel 6-ig vagyunk kitiltva, úgyhogy mehetünk. Jó. Akkor arra megyünk, amerre Laci mondja, ő tudja. Na szóval mostanra viszont már 339.000 kilométer van az autóban. Úgyhogy szépen... Szépen bejáródott már a motorja, és így most már olyan erő van a motorban, hogy ezt a érzésem szerint ezt a sebességváltási módot kéri, vagy hogy mondjam, nem tudom. Esélyben ne nézzük volna, hogy a körben arra kell tartani. Szembe a tábla, de én azt úgy láttam, hogy az este 10-től reggel 6-ig. Igen, este 10-től reggel 6-ig. Jó, akkor most mehetek. Tarts jobbra szerintem. Azt hiszem. Nézegetem a térképet egyébként, hogy merre megyünk utána. Hát nézd, figyelj. Tarts jobbra, aztán majd legfeljebb szólok, amikor be kell húzod. Ja. A Laci, de itt elsőként nekem balra kell tartani, hallom. Mert jobbra tartok, visszamegyek a hatosra, a másik irányba. Ludwigshafen. Na, ez is fizetős. Aha. Ez a rész is, ez a 9-es főút is fizetős. Most van az, hogy majd aztán később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi. Jobbra kellene tartani picit.
jobbra tartok. Na, hát erre felé még nem jártam, ez nekem teljesen új vidék. Szép hely, mondja Laci. Hát én nem látok benne semmi különöset. Itt egyen beljebb húzódunk, nem jön senki. Autós előzési tilalom ki van téve, akkor az azt jelenti, hogy teherautóval lehet erre közlekedni. És ott szemből jönnek is a fiúk. Jó, mondjuk ilyen helyen az, hogy jönnek kamionok, az nem jelent semmit, mert ezek helyi vagányok. És ha netán van valami tiltás, akkor valószínűleg őnekik van valami engedélyük, vagy mit tudom én, tényleg célforgalomban jönnek ide be. Én viszont átmenő. Aha. Tarts jobbra. Vagy jobb oldali sáv. Egyébként a nőkben szokták tudni, mi az, hogy tarts jobbra. Igen. Érdemes a jobb oldali sávot váltani. Ez jelenti. Igen, na azt hiszem Laci jó felé visz, mert ugye az első lehajtón meg egyenesen volt tiltás, viszont a második középsőn ott meg lehet menni, úgyhogy nekem arra felé kell menni. Itt van teherautós tiltás, ide nem kell mennem, szerencsére. Viszont a következőn meg nincsen tiltás, úgyhogy arra felé mehet. Érdemes lenne jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelöktösni a biciklistákat. Szembe egyenesen viszont tiltás van. Lassan húzódj, jobbra. Iskolában Rambónak csúfolnak a többi gyerek. Jó, majd bemegyek és elintézem. Hagyd anya, ez az én harcom. Még mindig a 9-es számú főút, ha jól látom. Itt elkanyarodott errefelé. Lesz valami érdekesebb, akkor újra bekapcsolom a gépet. Laci azt mondja, hogy itt menjünk jobbra a 65-ös autópályára. És hát mivel halvány fogalmam nincs róla, hogy hol járunk, így hát Lacira kell hallgatni. Ő biztosan tudja. Ez egy olyan okos kegyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani. Az autópálya ez ismerős. Ugye tegnap ezen jöttem idefelé jövet a 65-ösön.
már autópályán vagyunk, és hasítunk Franciaország felé. Hát a 65-ös autópályáról most lehajtunk ismét a 9-es főútra. És ezen a 9-es számú főúton fogunk menni a francia határhoz, ugyanoda, ahol tegnap jöttünk, visszafelé irányba. Szóval itt megyünk a francia határig, és akkor határátlépéskor majd újra kapcsolódok. Kedves utasaink, újra itt vagyunk. A német-francia határon, melynek neve francia oldalról a közeli település Scheibenhardt. Scheibenhardt. Bal oldalon parkolj le szépen, csináld, amiért ide jöttünk, és utána haladj. Hát tegnap ugyanitt voltam, csak ellenkező irányból. Na, haver, ide értünk ehhez a hát, szép helyhez. Menjél ki, menjél vissza, és aztán menjünk át. Strasbourg, utána Colmar, Mühlhaus, ezek a nagyobb városok, amiket érint az útvonal. Lenyugszik a nap, nem tudom mennyi fog látszani a felvételből, mármint a felvételen, a napnyugtából, de így élőben jól néz ki. Most már kezdik takarni a fák sajnos. Most térünk rá az A4-es autópályára, Strasbourg irányába, amiből aztán kicsit később megint lesz A35-ös. Biztos, hogy viher, tartsuk bal. Majd Strasbourg után, ha jól tudom, onnan A35-ös lesz. Váltunk a pozitúrát, oké, te mész a mosogatóhoz, én meg fekszem a kanapén és fingok. Ja. A kamera kikerült az ablakba, mert ott fönt a kis dobozkájában ugye be van kapcsolva a wifi-je, és így elég hamar lemerül az aksi. Úgyhogy ez a, nem is tudom, fél órányi felvétel, vagy mennyit csináltam indulás óta. Ez, hát még nem nyekkentette meg teljesen az akkumulátor, de már úgy az egyharmadánál járt a töltöttsége, úgyhogy inkább áttettem ide az ablakba.
és aztán majd holnap újra visszakerül a kis dobozkájába, aztán majd újra az ablakba, attól függően, hogy hol lesz érdekesebbnek tűnő dolog. Oda néz, egy csíkfákból! Bizony, Lacikám, 40-nel nem tudunk az autópályára fölhajtani. És hát fel tudunk hajtani, de akkor megfogjuk egy kicsit a forgalmat. Hát rövidesen bent leszünk Strasbourgba. Ugyanaz lesz a látnivaló, mint tegnap, csak most visszafelé. Meg hát, ha jól emlékszem, ezt az utat már egyszer-kétszer megtettem. Videózva is. Nem mindegy, majd azért visszakapcsolom, ha bent jár. Érkezünk a strasbourgi délutáni nyüzsibe. Már rögtön a város szélénél megtorpanunk. Valószínűleg ez csak a felhajtó miatt volt, de hát ahogy látom, ott előrébb is nyomják a féket nagyon, úgyhogy ez itt el fog vinni kis időt az életemből. De kinéztem én egy parkolót, ami 302 kilométerre van innen nézve, ami még egy olyan jó 4 órányi vezetés, plusz még egy 45 percnyi pihenő, vagyis hát vezetési szünet, mert igazából az nem is pihenő, hanem vezetési szünet. Úgyhogy most van 6 óra, 6 meg 5 az 11, este 11-re elméletileg oda is tudok érni. És ott, ha van egy kis szerencsém, akkor még internet elérés is lesz. Habár nem tudom, hogy ott az időkorlátos vagy nem. De jó múltkor onnan már... Igen, amikor Tottival mentünk Olaszországba, holland-olasz fuvar Tottival, akkor ott volt az... Ott készült az a felvétel, amikor Totti elindult, és én meg mentem utána. Itt jön a TGV. Itt igen lassú, de TGV. Szóval ott akkor abban a parkolóban én fölmentem az internetre. Csak már arra nem emlékszem, hogy az most ilyen 1-2 órára enged föl, vagy órán száján lehet fönt lenni, mert ha ilyen órán száján internet, akkor elindítom a feltöltést. Vagyis hát folytatom, mert most itt Németországban, most hogy jöttem, ugye lehetett látni, hogy nyitva volt a laptop, úgy félig meddig. És most még itt Németországban, ugye kihasználva ezt a mobil internetes lehetőséget, mondom, kihasználom még az adatmennyiséget, a rendelkezésre álló 500 megabájtnyi adatmennyiséget, úgyhogy azt videó egy részét feltöltöttem. És ha minden jól megy, akkor... Na, elindulsz még? Ma, ha már bejöttél, elén csókoltatlak. Úgyhogy elvileg, hogyha legalábbis eddig kipróbáltam, és eddig még működött, hogy amikor vége az internet kapcsolatnak, nem kapcsolom ki a gépet, hanem a laptopot, hanem készenléti állapotba teszem,
és a programot se zárom be, az internet böngésző programot, amivel ment a feltöltés, hanem amikor újra van internet kapcsolat, akkor ő folytatja. Na most ilyenkor jó előre érdemes szólni, és itt van is funkciója, hogy mondjuk balra kell tartani. Ez azért is fontos, mert hogy utána aztán lesz nagy gyülekedés, ahogy mellettük az IFA-nak, minden mindegy, mert ha az egészet rommát tetszik törni, az is 10.000 forint anyagköltség. Önnek meg ugye hát nem, bár ahogy elnézem ezt az autót, ez max 15, de akkor is megéri egy kicsit most balra tartani, és utána nincs anyázás. Hát Lacikám, itt már most van tülekedés, és mellettünk itt balra, ez egy Iveco, a másik mögötte meg egy Volvo, hogy IFA már nincs. Nem tudom, valaha volt-e Strasbourgba IFA. Na szóval visszatérve, akkor eddig még sikerült, amikor így csináltam, sikerült újraindítani a feltöltést, vagyis hát folytatni. Folytatódott a feltöltés, és akkor így nem veszett el az az adatmennyiség, amit addigra már feltöltöttem. De aztán volt olyan is, amikor ilyen bejelentkezős internetre csatlakoztam, hogy még mielőtt sikerült volna bejelentkeznem, addigra már kiírta a böngésző, hogy a szerver nem jó választ adott, vagy nem tudom én mi, és kész, elszállt, amit addig feltöltöttem. Úgyhogy olyankor tud megütni a buta, hogy már feltöltöttem, mit tudom én, a 50%-át a videónak, és aztán megint kezdhetem előről. És ezek meg olyan iszonyúan gyors kapcsolatok, hogy egy, mit tudom én, 2,5 gigabájtnyi anyagot körülbelül egy napig akar feltölteni, ilyen, nem is tudom, 3-4 ezer perceket ír, hogy addigra lesz feltöltve. Na hát, a strasbourgi dugó is körülbelül ugyanúgy néz ki, mint a budapesti, vagy a debreceni, vagy nyíregyházi, szegedi, nem tudom, hogy hol, merre, milyen dugók. Itt most 3 sávon szammogunk. Hát elvileg, ha ezt a parkolót elérem, már pedig elérem, addig nem állok meg, időm van bőven, akkor holnap lent leszek Padrózába, holnap este, mert 11-kor megállok, reggel 8-kor tudok indulni, és onnan 680 kilométer, szombat van, legfeljebb arra számára, mint holnap szombat lesz, legfeljebb arra számítok, hogy ott Lyon környékén talán lesz egy kis nyüglődés, dugulás, de azt leszámítva valószínűleg, ha csak nem történik valahol valami baleset, de hát csak nem. Csak nem lesz semmi gond, és akkor így elvileg szerintem este olyan 7-8 óra körül már Padrózában leszek. Ez a terv. Aztán majd meglátjuk. Na jó, hát én ezt kikapcsolom, mert ez így dögunalom szerintem. Úgyhogy várhatóan ez lesz itt, míg ki nem érünk Strasbourgból. Tőlünk balra van egy Twingo. Bekapcsolta az irányjelzőjét. Hihetetlen. De érdekes volt a fickó, ugyanis itt jobbról jött a felhajtón, még akkor már nem volt bekapcsolva a kamera, de keresztül mindenen, tökön babon, keresztbe beállt elém, utána keresztbe bement a mellettem lévő sávba, ez elé a fehér, hűtős elé, ja és természetesen ezt irányjelző nélkül, minden nélkül, és utána ment volna még egyel beljebb, úgy szintén irányjelző nélkül, de hát oda már valahogy nem sikerült, nem engedték be. Úgyhogy azt végül is mostanra sikerült neki megoldani, de most már bekapcsolta az irányjelzőjét. Tudatta a többiekkel, hogy ő
szeretne oda besorolni. Hát így néz ki a nyüzsi. Gondolom ugyanolyan, mint bárhol máshol. Na ez a kapu, ami itt látható, tele mindenféle szerkezettel. Gondolom ezt már azért csinálták. Tessék balra tartani, mert utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra fordulni. Hogy ez fogja ellenőrizni, hogy van-e úthasználati díj fizetve, vagy ilyen úthasználati regisztráló kütyű, ez a Tribox nevű kütyű az autóba. De véleményem szerint ez a Tribox ezeket a most még ingyenes francia autópályák, francia, belga és spanyol autóúton, autópályán fogja regisztrálni az úthasználat mennyiségét. Most itt egyel beljebb húzódunk. Mondta Laci, köszönjük szépen. Tartsunk balra, az jó. Megtörtént. Szépen kezd ránk sötétedni. Mindenképpen balra kéne tartani, mert utána ez majd később szerephez fog jutni ebben a melodrámában, ami a Marci vezet című címre hallgat. Ön a Marci, teljesen mindegy egyébként ilyen szempontból, hogy ön nő vagy férfi, ezt végül is nem tudom felmérni, egész életemben így volt. Lassan meg már mindegy, és az ember söréttel lő, előbb-utóbb majd csak megpusztul valaki. Jó. Csak meg kell állnom. Addig igyekszem mindig úgy csinálni, hogy ne kelljen megállni, főleg ilyen nagy súllyal. Ugye ha amíg még gurul az autó, mozgásban van, addig ugye könnyebb a motornak mozgásba tartani, viszont ha már meg kell állni, akkor álló helyzetből elindítani azért az jobban megterhel mindent. Motort, kuplungot, hát és természetesen az üzemanyag fogyasztásnak sem kedvez. Na hát itt megint benne vagyunk a cammogásba. Itt látható a dugulás oka. De mentőautót itt sem nagyon engedik el, úgy látom. Ott lent, ott villog a sorba. Hát ez itt a probléma, ahogy látható, hogy itt még két sávon jönnek az autók ide föl, és ez a négy sáv majd egyszer csak le fog szűkülni, meg itt lehet menni jobbra-balra. Aztán nem nagyon akarják itt sem beengedni egymást az autók, hogy ki merre szeretne menni, jobbra vagy balra. Na, mentőautó, eljön? Nem jössz el? Lassítok neki, hogy hagyok helyet, hadd menjen, ha tud.
nagyon nem siet valószínű. Beteg van a kocsiba. Na, mennék ki egyet jobbra. És kienged. Jó. Aztán lehet, hogy utána meg majd vissza kell mennem egyet balra. Mert lesz majd itt egy balra tartás. De az lehet, hogy már a három sáv fog nekem balra menni. Na majd meglátjuk. Igen, hát még a következő táblánál is három sávot mutat. Aztán utána, hogy mi lesz, leszűkül az kettőre? Nem tudom. A két belső sápa ott nagyon-nagyon tötyögnek. Igen. Leszűkül majd ott kettőre a végén. Úgyhogy nekem is egyel beljebb kell majd húzódnom. Minden esetre megpróbálom itt egy kicsit hátráltatni a jó népet a hátam mögött. És addig hát, ha ez a két belső sáv is megjelentő. Érdemes balra tartani, mert utána nyilag lesznek, bizony. Aha. Igen, mert az a probléma, hogy itt surrannak előre a nagymenők, és akkor ott elől meg próbálnak befurakodni. Egyel beljebb. Ó, meg még ott lentről is jönnek fölfelé a többiek, akik szeretnének ide besorolni. De hát jó lenne, ha mozgásba lendülne egy kicsit ez a belső sor, és akkor nem kell megállni, hanem föl tudná venni az ember a tempót, és akkor szépen be lehetne sorolni. Na mindegy, hát ez az én vesszőparipám, az én hülyeségem. Na hát most én is az vagyok, aki itt a surranó sávon megy, csak én megpróbálom itt föltartani a jó népet, akik mögöttem jönnek, hogy ne surranjanak előre, hanem hagyjuk egy kicsit belendülni itt a forgalmat. Na igen, már kezdenek is mozgásba lendülni. Úgyhogy én is kapcsolok majd egy irányjelzőt befelé. A kamion be is enged. Nagyszerű. Már is, ha mozgásban vagyunk, akkor könnyebben be tudnak sorolni a jó népek, meg könnyebben lehet helyet hagyni a másiknak a besorolásra. Ha minden jól megy, innentől már haladunk.